Ebben az utcában szemelt ki magának egy házat a székesfehérvári és a zámói fiatalember. A férfiak éppen át akartak mászni a kerítésen, amikor a szomszéd észrevette őket. Ő értesítette a rendőrséget. A bejelentésre több egység érkezett a helyszínre. A járőrök a ház mindkét kerítésénél biztosították a területet, így a gyanúsítottaknak esélyük sem volt a menekülésre. Amikor az elkövetők ugye észlelték, hogy kollégáim megérkeztek a helyszínre, a másik irányba elkezdtek szaladni, ahol az utcafronton a másik két kolléga meglátta a két elkövetőt. A feltételezett elkövetőket őrizetbe vette a rendőrség, és ügyükben a bíróság gyorsított eljárás keretében dönt majd. Az élet- és ifjúságvédelmi alosztály vezetője úgy véli, ennek ellenére nem árt az óvatosság, hiszen a nyári hónapokban megemelkedik a besurranások és a betörések száma. A rendőrszázados szerint az ablakokat semmiképpen sem szabad nyitva hagyni, akkor sem, ha valaki otthon tartózkodik, hiszen, mint mondja, a tolvajt a legtöbb esetben az alkalom szüli. Azzal tudunk segíteni, hogyha megkérjük a szomszédokat, hogy elutaztunk, hogy a postaládánkat ürítsék ki, esetleg, ha nem mondjuk el mindenkinek, arra illetékteleneknek, hogy elutazunk és szabadon hagyjuk a lakásunkat, ez is segít valamennyit. Juhász Károly szerint az is fontos, hogy az értékeket ne a nyílászárók közelében helyezzék el, illetve a nyaralás idején a szomszédok tudjanak arról, ha nincs a házban senki, hiszen, mint ebben az esetben is történt, így megelőzhetők a bűncselekmények.